Lezárás ellenes pártként a Mi Hazánk mozgalom az országgyűlésben sem támogatja a korlátozások meghosszabbítását. Azokat észszerűtlennek, következetlennek, sőt sok esetben kontraproduktívnak tartjuk, ezért indítottunk aláírásgyűjtést is ezek feloldásáért a mihazánk.hu/lezárás ellen oldalon. A 19 órai boltzár például nagyobb zsúfoltságot eredményez a délutáni órákban, főleg munkaidő után, ezért a kijárási tilalom megszüntetését és a boltok nyitvatartási idejének meghosszabbítását kezdeményezzük. Észszerűtlennek tartjuk, hogy a kaszinók, plázák, bútorboltok, elektronikai üzletek, jellemzően egyébként multicégek továbbra is zavartalanul nyitva lehetnek, miközben a jellemzően kis- és középvállalkozásokként működő vendéglátóhelyek semmilyen korlátozással nem nyithatnak ki. Akkor sem mehetnek el az emberek ezekre a vendéglátó helyekre, ha adott esetben maszkban lennének, a megfelelő távolságtartás biztosított lenne, a szellőztetés is megoldott, és a fertőtlenítéshez szükséges eszközök is rendelkezésre állnak, míg az óriási zsúfoltságot tapasztaljuk hétvégente különböző bútorboltokban. Érthetetlen, hogy szabadtéri állatkertek, vadasparkoknak is zárva kell lenniük, holott sok esetben ugye csak egy kerítés választja el őket a közterülettől, tehát míg a kerítés egyik oldalán lehet sétálni, addig a vadasparkban vagy az állatkertben belül a kerítés másik oldalán egyáltalán nem sétálhat senki. Gyengíti a védekezést a Mi Hazánk mozgalom szerint az is, hogy a sportolás lehetőségeit rendkívüli mértékben szűkítették, az uszodák, termálfürdők, edzőtermek is zárva tartanak, semmilyen, még csak korlátozott létszámmal sem működhetnek, nem beszélve a sok esetben hónapok óta szünetelő, vagy legalábbis ritkábban működő testnevelés órákról. Ezek szintén nem segítik, hanem gátolják, gyengítik a védekezést, hiszen az immunrendszer erősségére sokkal nagyobb szükség lenne most, mint járványmentes időkben. Az is abszurd, hogy este 8 óra után a szabadtéri sportolás is tiltott. A Mi Hazánk mozgalom kezdeményezi, hogy legalább a lakóhelye környezetében mindenki kimehessen az utcára sportolás céljából, akár egy séta, egy biciklizés, egy futás is szintén erősítené az immunrendszert. Ezért nem támogatjuk a kormány előterjesztését, továbbra is kiállunk álláspontunk mellett, itt az ideje, hogy a lezárásokat feloldják.